Szeretettel üdvözlöm a Mozaik nézőit, a mai adásban gondolatban Pannonhalmára látogatunk el, tartsanak velünk! A mai vendégem Illés Tamás, a Pannonhalmi Ifjú Apátság Pincészetének marketing és kereskedelmi vezetője. Elsőre sikerült elmondani ezt a szép címet. Szia Tomi, nagyon köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm szépen a meghívást, tisztelettel köszöntöm a nézőket. Kezdjük talán onnan, hogy mi ugye tavaly beszélgettünk utoljára, sajnos, de most milyen jó, hogy itt van a lehetőség. Igen. Mi történt tavaly óta nálatok, milyen újítások, fejlődések vannak? Illetve erre gondoltam első körben, hogy erről kezdhetnénk beszélni, de igazából már előtte lévő évben is elképesztően izgalmas dolgok történtek nálatok, úgyhogy egy picit, ha bemutatnád, ez tök jó lenne. Mostanában mindenki új időszámítást a koronavírus járványtól indít előtte és utána. Valójában nálunk dinamikusan haladt az élet, vírustól függetlenül is voltak terveink, és azt kell, hogy mondjam, hogy a vírus is egy olyan stratégiát állított be nálunk, hogy egy picit előre menekülésben hittünk, és ennek megfelelően haladtunk a dolgainkkal, fejlesztéseinkkel, terveinkkel. Az tény, hogy új alapokra helyezett mindent a járvány, tekintettel arra, hogy például globálisan kellett így gondolkozni, az exportpiacainkat is egy kicsit újra kellett formálni, más disztribúciós csatornákat kellett keresni, hangsúlyokat átrakni, mondjuk például a webes kereskedelmet egy kicsit erősíteni. Ezeket a dolgokat, ezeket az akadályokat úgy érzem utólag, hogyha egy ilyen summázatot vonhatunk, akkor sikeresen vettük, de tény és való, hogy azért nem azzal a fajta dinamikával haladtak a dolgaink, mint eleinte terveztük. Ugyanakkor például technológiai fejlesztésekben is nagyon sokat gondolkoztunk, és elsősorban ez az, amiben semmiféle körülmény hatására nem óhajtunk kompromisszumot kötni. Mindig szeretünk egy picit előrébb járni, előrébb gondolkodni, valahol, ha úgy tetszik, a versenytársakat megelőzve, vagy nyugati példákat, nyugati technológiákat keresve, mindig megtalálni azt az utat, amitől valamiféleképpen izgalmasabbak, aromagazdagabbak, csiszoltabbak, kerekebbek lesznek a borok. És hát nyilván mindig megvan az a fajta egyensúly, ahol az ember szól bele, és amit a technika tud hozzáadni, vagy a technológia tud hozzáadni, ennek a kettőnek a helyes, egészséges egyensúlyára törekszünk mindig, akkor is, amikor technológiai fejlesztésekről beszélünk. Kibontsuk egyébként egész pontosan? Szerintem igen, mert nagyon érdekes, szó. Hogy miről van szó. Nagyon érdekes például, hogy annak ellenére, hogy mi pezsgőborokat, vagy habzóborokat, gyöngyözőborokat nem készítünk, és egyébként a közeli, vagy közép-hosszú távon sincsen ez tervünkben, elkezdtünk olyan technológiával foglalkozni, ami például pezsgő töltésére is alkalmas lenne. Egy teljesen egy új palackozó sort, egy ellennyomásos palackozó sort állítottunk be tavaly előtt. Ugyanakkor ennek csak annyi a lényege és az igazi eszenciája, hogy csendes borokat palackozva nyomással segítjük a palacba, és nem pedig szívó hatással, vákum hatással, amely utóbbi egyébként az aromaveszteséghez, az illatoknak a megcsorbításához járulhat hozzá. Ezt az utolsó lépést kikerülve próbáljuk egy újfajta technológiával tölteni a borainkat, ami nyilván azért fontos, mert az egész feldolgozási folyamat során igyekszünk megőrizni maximálisan a szőlőből nyert aromákat, finom illatokat és ízeket, és ezen nem szeretnénk semmit sem elveszíteni. Ugyanakkor például a tavalyi évben erre alkalmas tartályokat is, ellennyomásos tartályokat is beállítottunk a rendszerbe, amiben például fehér szőlőt, kék szőlőt erjeszteni is tudunk, ha akarnánk egyébként elnyelethetnénk a széndioxidot is, de ahogy mondtam, nem ez a cél, hanem például igyekszünk aromatikus fajtáknál az erjedés során keletkező nyomással olyan mikrorepedéseket a szőlő bogyó héjára produkálni ezzel, ami még inkább segít az intenzív aroma kinyerésben. Ezek nagyon finom, nüansznyi lépések, apróságok a végeredményben, de tulajdonképpen a minőségnek a következő fokozatait, a lépcsőit jelenti, amivel arra számítunk, hogy mindig egy picit többet, mindig egy picit finomabbat, mindig egy picit árnyaltabb képet tudunk adni a munkánkról, a borokon keresztül a fogyasztók számára. Nem biztos, hogy ezt valaki így ilyen formában ki fogja tudni majd fejezni, de azt reméljük, hogy önmagában az érzés, önmagában az élmény az hozzájárul ahhoz, hogy értsék az emberek, hogy folyamatosan előre megyünk, és a minőséget szeretnénk folyamatosan fokozni. Igen, ezt akartam mondani, hogy bármikor beszélgettünk, akkor ez volt a tapasztalatom, hogy mindig egy pici fejlődés, pici változás és a meglévő dolgoknak a tökéletesítése az, ami hát egyfajta hitvallásotok is, ha lehet ez. Igen, és ezt örököltük is, hiszen azért alapvetően Pannonhalma több mint
mint 1000 éves múltra tekint vissza, és azt gondolom, hogy Magyarországon a bencés szerzetes közösség és vele együtt a pannonhalmi főapátság nem csak a tradícióról, nem csak a hagyományok őrzéséről, hanem mindig egy picit az újszerű gondolkodásról, az innovációról is ismeretes volt. És azt gondolom, hogy az utóbbit például a pincészet égisze alatt igencsak meg lehet mutatni. Ennek vannak fizikai manifestációi, hogyha valaki végig sétálnálunk a pincében, akkor ezért izgalmas technológiákat talál, miközben egyébként historikus fotókat raktunk ki a történetiségről, a hagyományról, a szőlő- és borkultúránkról nagyon sokat mesélünk. Tehát a kettő mindig egy picit így egymásra játszik, egymásra egyensúlyban. Van akkor a hagyomány, és van a folyamatos fejlődésnek az egysége igazából. Nálatok. Így van, így van. A szükségét mindig látjuk, hiszen a világ azért halad, de ebbe úgy kell tudnunk megállni, hogy a hagyományunkat mindenképpen tisztelni fogjuk a következőkben is. Ha jól tudom, akkor a 21-es rozé és a Sauvignon Blanc is palackba került, és hogy van egy picike változtatása címkén, régebben egy pár éve volt már egy nagyobb, erről is beszélünk egy picit, és a mostani nüansznyi változások. Jó, is. Szerintem az utóbbit egyébként könnyebb bevezetni, mert ugye az utóbbi évjárat, aminek gyakorlatilag most két képviselője van a piacon, való igaz, ez a Tricolis névre keresztelt rozénk, illetve a Sauvignon Blanc fajta borunk. Hát megkapták Liptai Zsolt borászunknak a kézjegyét és a feliratát, hogy ő a borászunk. Ez azért volt fontos, mert azt gondolom, hogy személyes termékről beszélünk. Egy bor az mindig egy személyes üzenet, egy személyes kapocs a fogyasztókkal. Még akkor is, hogyha valaki Liptai Zsoltot személyesen nem ismeri, sokszor láthatja persze a képernyőn, vagy megnyilatkozni a médiában, de ettől függetlenül az mindig egy pici többlettartalommal, egy ilyen személyes értékkel ruházza fel a borokat, hogyha úgymond kéz a kézből megy a borásztól egyenesen a fogyasztó kezébe. Ez volt egyfajta kisebb váltás, de nagyon fontos az is, hogy az év bortermelője címre akkor lesz jogosult Zsolt, hogyha gyakorlatilag a címkéken is megjelenik az ő neve. És ez nagyon fontos, mert a borszakmának a legnívósabb elismeréséről van szó, és most már évek óta, gyakorlatilag 2 éve pályázik a címre, és azt hiszem, hogy csak időkérdése, hogy mikor fogja ő megnyerni ezt a címet. Ehhez viszont ez egy szükséges lépés volt, de ezt egy nagy egységbe integráltuk, hiszen azért alapvetően az elmúlt években egy nagyon komoly kínálati tisztítás, és persze egy arculatváltás is megtörtént, aminek első jelei lényegében tényleg a címkék és a palackok voltak. Miért volt erre szükség egyébként? Hú, távolról kezdeném egy picit. Hát Magyarországon, amikor a rendszerváltozás után újra elkezdődött egy kicsit a családi gazdálkodások, az új borászati vállalkozásoknak a lehetősége, akkor alapvetően nagyon kevés kivétellel, például Tokaj kivételével, vagy Somló kivételével újra kellett gondolni, hogy mikkel fogunk hosszú távon gondolkozni. És mivel nem volt az a fajta kontinuitás, nem volt az a folytonosság, ami mondjuk Nyugat-Európában generációkon keresztül egyfajta ilyen tudás, transfer vagy tapasztalati átadás zajlott idősebbek és fiatalabbak között, Magyarországon szinte mindent újra kellett kezdeni. Meggyőződésem, hogy ezért van az is például, hogy szinte abszurd, de hogy villányból is a Jolivért fogyasztunk, pannonhalmáról nagy bordói vöröseket készítünk, tehát mindenki belekapott egy picit mindenbe. És azt gondolom, hogy ez jó is, mert hogy kísérletezni kell, újra meg kell tanulnunk azokat, hogy milyenek a termőhelyeink, milyen fajtákkal szeretnénk dolgozni, milyen fajtán belüli klónokat választunk, hogy ez a termelési céljainknak tökéletesen megfeleljen, és egy picit kialakítjuk újra a borvidékek stílusát. Ami, ha jól csináljuk, vagy hogyha az ereink alapvetően jól tapasztalták, akkor az nagy átfedésben lesznek egymással, ugyanakkor ez nem azt jelenti, hogy mondjuk bebetonozott módon csak a múltban kell gondolkozni. Természetesen azért változások vannak, úgy környezeti, mint gazdasági változások, és azt gondolom, hogy piac is változik valamilyen szinten, a fogyasztói ízlés, bár nem feltétlenül csak és kizárólag ennek kell megfeleltetni mindent, de nagyon jó az, hogyha az ember egy kicsit ebben is dinamikus rendszerben gondolkozik. Mi is sok mindent elkezdtünk 20 évvel ezelőtt, a 2000-es évek elején vásároltunk vissza 50 hektárt a
korábban államosított, de történetileg is a főapátsághoz tartozó területekből, és ezeknek a teljes újra telepítését kezdtük el 2000-2001-ben, ami tartott 10 éven keresztül. És amikor a fajtákat választottuk ki, akkor azért alapvetően 3 szempont uralta az elképzeléseinket. Az egyik, hogy legyen a környezeti, természeti, talajtani adottságoknak optimalizált fajtaválaszték. Hát ebben azért alapvetően mondjuk Pannonhalma meszes altalajával, a klimatikailag ilyen mérsékelt, kontinentális helyzetével és viszonyrendszerével, inkább olyan borokat szólított meg, amelyek jósavú, friss, könnyed, jóivású stílusnak felelnek meg. Mi ezeket a borokat szerettük volna elsősorban mondjuk Sauvignon Blancból, fűszeres Traminiból, Rajnai Rieslingből elkészíteni. Aztán volt egy olyan elképzelés, ugye az autentikus magyar fajtákat, kárpát-medencei fajtákat is próbáljuk meg újra az ültetvényeinken, hiszen ezeknek is megvan a történeti gyökere. Így került szóba például Ezerjó, Sárfehér, Vakator, és folytathatnám. Aztán hamar kiderült egyébként, hogy ezek nem váltják be a hozzá fűzött reményeket. És volt egy harmadik szempont is, hogy Pannonhalmának a turizmusa éves szinten akár 100 000 főt is megszámlál, aminek szűk fele külföldi turista. Kellett tehát olyan fajtákat is behozni a választékba, amelyek hosszú távon perspektívikusak, és hát megszólítanak azért alapvetően Magyarország határain túlon is fogyasztókat. Ilyen volt például a Chardonnay, de tulajdonképpen az összes kékszőlőnk ebből a fajta körből jelentkezik. A legfontosabb a Pinot Noir, de van egy kis Merlot, egy kis Cabernet Franc is megfelelő évjáratokhoz. 20 év alatt kiderült, hogy amiben igazán tudunk hinni, hogy ha csak egy fehér és egy kékszőlő fajtát választhatnánk ki, akkor az a Rajnai Riesling és a Pinot Noir lenne. A Rajnai Rieslingben meg borvidéki szinten egyet tudunk érteni, talán a Pinot Noirban is, csak ott azért óvatosabbak a termelők, az egy nagyon kényes fajta, úgy a szőlőben, mint a pincében, az, ami kevesebben foglalkoznak, de legalább egy picit tisztult a kép, és ez volt a lényeg. 20 év tapasztalata, vagy több mint 15 év szürete után el lehetett mondani, hogy mi az, ami nem működik az ültetvényeken, amit újra kéne telepíteni, át kéne oltani, és mi az, ami például nem működik a piacon, mert bármennyire is szeretjük például a Traminit, fűszeres Traminiként, már fajta borként nem palackozzuk le, már nem készítjük el, mert egyszerűen nagyon nehéz érvényesíteni ezt a piacon, annak ellenére, hogy tradicionális fajta, mint fajtát. Akkor nincs rá annyira igény egy Traminire? Való igaz, tehát de változik érdekes. Egy picit a piaci ízlés, és tényleg az a helyzet, hogy mondjuk Tramini fajta bort annak idején, egy jó 10-15 évvel ezelőtt még Amerikában nagy sikerrel értékesítettünk, Amerikában is nagy fordulások voltak a piaci ízlésben, de Magyarországon is nagyon nehézkes. Érdekes egyébként, hogy a Traminire mindenki úgy gondol, mint valami édesbor, valami savát vesztett, ilyen márcos kis lőre. Valójában nem az, és hát nyilván ugye borászati filozófia, meg technológia kérdése is, vagy szüreti időpont megválasztás, és sok egyéb faktor, amitől ilyen vagy olyan Traminit lehet készíteni. Tény, hogy mondjuk az előző rendszer másképp állt hozzá, és valóban, mivel biztonságosan lehet belőle termelni édesbort, hiszen későn is le lehet szüretelni, azért alapvetően bírja, vagy ellenáll a betegségeknek, így édesbort, fél édesbort, még a borvidékünkön is előszeretettel készítettek belőle, de tény is való, hogy mire ez az állapot bekövetkezik, addigra elveszíti a savát, tehát valójában nem lesz egy igazán egyensúlyos bor, ez is tény. De mondhatnék egy másik példát is, hiszen olasz rieslinget se készítünk már fajtaborként, és szintén nem felejtettük el ezt a fajtát, hiszen a Tricolis fehérborunk, mint alapházasításunknak ugyanúgy komponense a Tramini, mint az olasz riesling is a Rajnai Riesling mellett. De hát az olasz rieslinget manapság már a Balaton környékiek igazán izgalmas és példaértékű marketing munkájának, meg borászati tevékenységének köszönhetően azért az emberek a Balatonnal azonosítják, hogyha valaki olasz rieslinget keres fajtaborként, az nem Pannonhalmára gondol, annak ellenére, hogy historikusan persze ott volt mindig jelen a borvidékünkön. A borvidékről így most beszéltünk is elég sokat, vagyis te beszéltél, hogy a fehér és vörös borok akkor egyaránt megtalálhatóak. A vörös borokra mi a jellemző, hogy inkább ez a kicsit gyümölcsebb, kedvesebb, gyümölcsösebb borok, vagy lehet akár mondjuk a ti szortimentetekben is találni azért a klasszikusabb, testesebb borokat?
Az az igazság, hogy ugye pont a szocialista tervgazdálkodásnak megfelelően, amikor a biztonságos mennyiségi termelés volt az előtérben, ott a borvidék képe megváltozott. Tehát szinte kizárólag fehér szőlőtermő vidékként él a mai ember fejében a pannonhalmi borvidék. De valójában ez helytelen, hiszen ha nem is több száz évet, ha csak mondjuk egy száz évet ugrunk vissza a történeti síkon, de világháborúk előtt, 19.-20. század fordulóján szinte 50-50% volt a fehér szőlők és a kék szőlők aránya a borvidéken, tehát egyáltalán nem ördögtől való kék szőlővel foglalkozni nálunk. Ez azért fontos, mert hogy nyilván mi nem az elmúlt 50 évre alapozunk, hanem sokkal inkább a történeti síkra, és azt kell, hogy mondjam, hogy nekünk fontos az, hogy kék szőlőtermővidékként is gondoljanak ma Pannonhalmára, sokat is teszünk ezért, nem csak a határainkon belül, de a határainkon kívül is. Mi alapvetően a Pinot Noir-ra helyeztük a legnagyobb hangsúlyt. Ennek történeti vonatkozása is lehet, hiszen például régi térképeken, régi ültetvényrajzokon, mondjuk nagy burgundit láttunk, és hát a Pinot Noir burgundi fajta, ugyanakkor lehet például a kékfrankossal is egyfajta összevetés ilyen szempontból. A lényeg az, hogy hűvös klímáról beszélünk Pannonhalmán. A hűvös klímához mindig társul egyfajta ilyen ropogós sav, készlet, egy primer gyümölcsösség, egy élénk illat és ízvilág, és talán kevesebb tannin, kevesebb csersav, kevesebb a robusztusságból a testből, inkább elegánsabb, törékenyebb borok készülnek ilyen hűvösebb klímájú borvidékeinkről. Gondoljunk például Sopronra, és a Kékfrankosra, Egerre és a Bikavérre, de nézhetünk akár Tokaji Pinot Noir-t is. A lényeg az, hogy Gál Tibor volt egy szakmai tanácsadónk, sajnos őt 2005. februárjában el kellett búcsúztatnunk, hiszen tragikus autóbalesetben hunyt el. Ő volt a mi szakmai tanácsadónk, aki az újjáéledésnél nagyon sokat segített Pannonhalma számára, és például a fajta választékban is az ő meglátása az volt, hogy klimatikailag nagyon jó esélyünk van Pinot Noir készítésére, és talajtanilag is alapvetően a magas méztartalom az segít ennek a ropogós savvilágnak, ennek az élénkségnek és a finom eleganciának a megőrzésére. Tehát alapvetően elsősorban az itt ilyen borokat illik várni a pannonhalmi borvidéktől. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy egyre inkább érnek minket meleg évjáratok, szárazabb évjáratok, olyan évjáratok, ahol biztonsággal meg lehet termelni mondjuk közép vagy középkésői érésű kékszőlőfajtákat is. A mi fajta készletünkben a Merlot és a Cabernet Franc kapott így helyet. Érdekes, hogy annyi a különbség például az érésben, a vegetációban, hogy mikor leszedjük a Pinot Noir-t, és az kifor, megerjed, ami legalább két hét, két-három hét, Merlot, Cabernet Franc csak akkor kezdünk el behozni a már szabad kapacitásainkra a feldolgozáshoz. Tehát ekkora érésbeli különbség van a típusok között, a szőlőfajták között. És alapvetően tényleg eljutottunk oda, hogy 5-ből szinte 4 évjáratban lehet azért robusztusabb, testesebb, struktúráltabb vörösborokat is, veretesebb vörösborokat készíteni Pannonhalmán is. Van nekünk például egy csúcsborunk, az infúzió. Nyilván minden évben úgy indulunk neki, hogy ez a 2/3 Merlot, 1/3 Cabernet Franc arányjal elkészült nagy vörösbor lesz igazából a csúcsbor. Ha ez nem sikerül, akkor még mindig biztonsággal lehet belőle készíteni egy kicsit gördülékenyebb, gyümölcs hangsúlyosabb, könnyedebb fogyasztású vörösbort azonos házasítási arányokkal, amit meg Hemina névre kereszteltünk el. Bár abból fehérbor is létezik nálunk. Az nagyon jó, hogy említed, mert pont ezt akartam kérdezni, hogy van egy bor a Hemina, amit igazából mindig mindenki folyamatosan a mai napig kérdez, hogy vajon mit jelent, úgyhogy most itt van a lehetőség. A Hemina az egy nagyon izgalmas bor. Ez megint egyébként egyfajta útkeresés, és nem a vörösből, hanem a fehérből kell indítani a magunk történetét, mert Hemina néven először 2005-ben készítettünk el egy olyan hordós házasítást, amit tulajdonképpen a fehérbor piramisunknak a csúcsára igyekeztünk helyezni, és abban az időben azon gondolkoztunk, hogy olyan borházasítást szeretnénk elkészíteni,
amely kedvezőtlenebb évjárati körülmények között, például egy hűvösebb, egy esősebb évjáratban is olyan szőlőfajtákból készül, ami bírja a hordózást, bír egy picit a technológiai segítségen krémesíteni, vastagítani szeretnénk a bort, amihez meg hordót használunk. És annak idején 60% Chardon és 40% Pinot Blanc házasításával készítettük el az első Heminát, ami kizárólag kis fahordóba és kizárólag új fahordóba került. Most annak idején az alapvetően mondjuk a stílusnak, a közérthető hordózott fehérbor stílusnak megfelelt, de már akkor is úgy láttuk, meg olyan visszajelzéseket kaptunk szakértőktől, hogy ez egy kicsit lomha, egy kicsit nehézkes, túlságosan fajsúlyos borra sikeredett, és az évek folyamán ez mind finomodott. Elvettünk a hordó hatásból. Használt hordókat használunk. Nem kis fahordót használunk, hanem kizárólag 500 literes hordókat használunk. Jellemzően 5-8 évesek ezek már, és csak a Chardon egy pici kis részarányához használunk új fahordót, hogy legyen egyfajta rotáció is, de nagyon szépen beállt az az egyensúly, hogy a szőlőből származó primer gyümölcsösség az, ami hordja, viszi ezt a bort, a lendületet adja, és egyfajta szerkezeti támogatást kap a hordótól, ami egyáltalán nem ül rá a szőlőből származó gyümölcsösségre. Nyilván a hordóból egy másfajta struktúrájú bor kerül ki, almasabb bontással, alapvetően krémesíteni, lágyítani, ilyen finom textúrájúvá varázsolni lehet a fehér borokat. Továbbá odáig is eljutottunk, hogy nem csak Chardon és Pinot Blanc házasításából lesz a Hemina, hanem egy kis Sauvignon Blanc is használunk az érettebb komponensekből, amit szintén hol hordóba, hol tartályból hozunk be ebbe a házasításba. És van egy izgalmas fajtánk, a Viognier, amit kifejezetten ehhez a fajta borhoz, a Hemina nevű házasításunkhoz használunk fel. Inkább azt próbálnám sugallni, hogy nem a fajták és nem a fajták egymáshoz viszonyított aránya, hanem az a fajta burgundi típusú fehérbor házasítás az, ami számunkra fontos, aminek a stílusát próbáljuk meg évjáratról évjáratra valamilyen szinten reprodukálni. Nyilván azért az évjárati különbségekről meg nem lehet, attól nem lehet elvonatkoztatni, de próbáljuk ezt a stílust minél következetesebben és tudatosabban követni. És hát ugye a fajták házasítása az egyfajta küvéted, a küvét pedig egy fantezen év mögé is lehet bújtatni. És számunkra nagyon fontos egyébként, hogy bármikor, amikor házasításról, küvéről beszélünk, akkor mindig olyan fajta neveket válasszunk, ami a pannonhalmi bencés kultúrkörhöz, a szerzetes közösséghez, a bencés életmódhoz és sok mindenhez hozzá kapcsolódik, ami pannonhalmát juttatja az eszünkbe. A Hemina talán az egyik legrégebbi, vagy legősibb név, amihez tudtunk ilyen szempontból nyúlni, mert hogy a 6. század elején Szent Benedek volt a nyugati szerzetesség atya, aki az ő regulájában, egyfajta szabálykönyvben leírta azokat a inkább iránymutatásokat, mint sem szabályokat, amelyeket a szerzetes közösségben élő szerzetesek és testvérek a mai napig követnek. Tehát pannonhalmán is 1500 év múltán a benedeki regula az, ami irányadó az ő életvitelükre, életstílusukra vonatkozóan. És Benedek 1500 évvel ezelőtt megpróbálta a fogyasztás mértékére is némi iránymutatást adni. De hát 1500 évvel ezelőtt azt mondta, hogy a szerzeteseknek nem való a bor, ugyanakkor hozzátette azt is, hogy erről őket meggyőzni nem lehet. Ez itt megpróbált egy ilyen napi borfogyasztási mértékegységgel élni az őt követő számára. Azt írta a regulájában, hogy kinek-kinek saját ajándéka van Istentől, az egyiknek így, a másiknak meg amúgy, éppen ezért némi töprengéssel rendelkezünk másunk fogyasztásának mértékéről, ám a tekintetben vesszük a leggyöngébbek erőtlenségét, legyen elegendő minden egyesnek napjában egy Hemina bor. És a Hemina az nem más, mint a bencések napi borfogyasztási mértékegysége. Aztán persze ugye a titok abban áll, hogy kinek ennyi, kinek annyi. Nem egy ilyen meghatározott űrmértékről van szó. De ez egyfajta keresztény, hogy is mondjam, erkölcsöt, keresztény erényt is eszünkbe juttathat, hiszen a mértékletesség az alapvetően mindig az egyén sajátos döntése. Erre illik is vigyázni. De ez is egyfajta útkeresés, és erre bátorítunk mindenkit, hogy kísérletezzen, aztán találja meg mindig a saját maga Hemináját. A kísérletezéshez meg majd adjuk mi szívesen a borokat.
Egyébként pont a hemina az egyik legnépszerűbb tételetek, ezt lehet mondani, legalábbis én azt tapasztalom, hogy valamiért az az, amire az emberek úgy nagyon menni szoktak. Igen, én azt gondolom, hogy ez a bor egyfajta státuszt képvisel. Uh-huh. Nagyon sokat lazult, finomodott egyébként olyan módon a fogyasztói ízlés, hogy egyre nagyobb előszeretettel választanak az emberek reduktív tételeket. Ahol tényleg gyümölcsös, ropogós, egyszerűbb, könnyedebben értelmezhető borokról van szó. Ugyanakkor soha nem veszítette el igazán a státuszát egy nagy testű fehér házasítás. Nekünk az volt az igazi feladatunk, hogy ebbe az úgymond lezserebb borokat kereső közönségbe úgy tudjunk pozícionálni egy nagy testű fehér házasítást, hogy az ne az a fajta lomha lusta fehér bor legyen, hanem igazi, vibráló, sokrétű, izgalmas fehér bor tudjon lenni, de kellően struktúrát ahhoz, hogy például a gasztronómiában is egy nagyon komoly helyet, pozíciót töltsön be. És azt gondolom, hogy ezzel a heminával sikerült. A heminának pedig önmagában a vörös bor társa, amikor megjelent 2014-es évjáratban, akkor az csak növelte a népszerűségét, hiszen a hemina vörössel pedig tulajdonképpen egy ilyen könnyedebb, gyümölcshangsúlyosabb, fogyasztóbarát vörösbort sikerült az asztalra tenni, ami viszont szintén kellően tartalmas ahhoz, hogy akár a gasztronómiában is megállja a helyét. Úgyhogy kettő egymást egészíti ki, és egymást erősíti is egyben. Térjünk egy picit akkor a hazai területre, mert mint most hozzánk haza, hogyha lehet így fogalmazni. Ugye az Újpesti Bor Weekendnek, hát mondhatni, állandó és visszatérő kiállítói vagytok. Mi ennek az oka? Hát az az igazság, hogy Tóth András szervező az, aki egyébként volt Bencés diák, és hozzá nekünk van egy ilyen személyes nexusunk is. Ilyen szempontból azt gondolom, hogy a Bencés diák szövetség tagjai, a Bencés alumni között a kötelékek soha nem évülnek el. Bár én magam nem voltam Bencés diák, de a boron keresztül, ami szintén egy nagyon fontos, hogy is mondjam, kapcsolatépítési és kapcsolatmegtartási eszköz, érzem ennek az erejét. András keresett meg minket több évvel ezelőtt, még az első borfesztivál kapcsán, hogy szeretnének egy nívós eseményt, egy nívós borfesztivált az önkormányzattal elindítani. És azt gondolom, hogy egy olyan csapatot, egy olyan kiállítói kört és egy olyan háttér logisztikát, egy olyan háttér segítséget sikerült összeszervezni, összetrombitálni, ami egész országban, kis hazánkban, a sok-sok borfesztivállal együtt egyébként példaértékű dolog. Nagyon szívesen jöttünk el akkor, anélkül, hogy tudtunk volna bármit, hiszen még megkérdezni sem volt nagyon esélyünk borásztársakat. Ugyanakkor az egyik legpozitívabb élménnyel távoztunk. Azt látom egyébként, hogy az Újpest város közönsége rendkívül nyitott ezekre a termékekre. Talán nem is igazán jut hozzá olyan módon, hogy ezekhez a termékekhez azért alapvetően el kell menni, el kell zarándokolni egy picit a születésük helyére. Egy nagyon nívós bor választék, amit nem feltétlenül az üzlet hálózatoknak a polcán találunk meg, rengeteg sok finomsággal, izgalommal, és nagyon érdeklődő, nagyon nyitott közönség találkozott ezzel a fajta kínálattal. Az egész rendezvény végtelenül színvonalas volt, úgy a gyerekprogramoktól kezdve az esti rendezvényekig, a gasztronómiai felhozatalig, a kísérő kiállítókig, de azt kell, hogy mondjam, hogy kiállítói szemszögből nézve számunkra is a kényelmünket, azt a fajta komfortérzést, komfortfokozatot, ami egy ilyen kiállításnak úgymond az egyfajta kulcseleme, hogy mi is azt a fajta jó kedvet, azt a fajta derűt tudjuk árasztani magunkból kiállítóként, mint amit szeretnének elérni alapvetően a fogyasztóközönség is, az itt tökéletesen garantált volt és adott volt. Én azt gondolom, hogy azóta is ennek a kitartó hangulatnak, ennek a kitartó élménynek a mesdjéjén lovagolva szeretnénk mi magunk is jelentkezni minden évben, hogy az Újpest város borfesztiváljára, amit most már Újpesti Bor Weekendként titulálunk, mi egy ilyen stabil kiállítók lehessünk. Akkor számíthatunk valószínű. Be van tervezve a naptárba az idei év is. És akkor lezárásként talán arról beszéljünk, hogy milyen események, programok, tervek vannak nálatok a jövőre nézve. Azt nem mondanám, hogy újra szeretnénk megnyerni Újpest város bor címet. De azért.
Azért nevezünk, csak a tisztesség kedvéért, de tény és való, hogy az például egy nagyon erőteljes momentum volt számunkra, amikor sikerült megkoronázni tulajdonképpen a kiállítói élményünket. Szeretnénk visszatérni hasonlóképpen egy kicsit így a közéletbe, újra szeretnénk többet és többet találkozni a vendégeinkkel. Természetesen a borfesztiválok és szakmai vásárok az első számú célpontjai ennek, hogyha mi zarándokolunk el Pannonhalmáról. Ugyanakkor szeretnénk a pannonhalmi turizmust is egy picit fellendíteni, hiszen azért az elmúlt időszakban Pannonhalmán ez kicsit olyan izolált közeg és izolált hangulat is volt. Arra kell gondolni azért, hogy van egy 40 főt számláló szerzetes közösségünk, egy 300 főt számláló diák közösségünk, a falakon belül szociális intézmény is működik idős emberekkel, tehát alapvetően azért első számú volt az emberi élet védelme, de ez azzal is járt, hogy a turista forgalmat is, a látogató folyamat is elég erőteljesen korlátoztuk. Mi most szeretnénk azért ezt megnyitni erőteljesebben, és nagyon nagy szeretettel várjuk a látogatókat hozzánk. Készülünk pannonhalmi programokkal is, az egyik legfontosabb a május végi Szent Orbán nap, amit a tavalyi év kicsit ilyen Covid-korlátozások feloldása közepette alakított piknik hangulata fémjelezett, azt szeretnénk idén is megtenni, úgyhogy Szent Orbán napjára egy ilyen óriási pannonhalmi bor és gasztro piknikkel, zenékkel és egyéb termékekkel természetesen várjuk nagy szeretettel a nagy érdemű közönséget. Akkor programokból nem lesz hiány szerencsére. Nem, hiszen folytatódnak a jazzkoncertek is, sok kulturális esemény, és a természetesen Pannonhalma összessége, az attrakcióinak a nagy csomagja, spiritualitás, kultúra, építészet, gasztronómia, nagyon sok rétegben vagyunk jelen. És ennek az összessége talán a legszebb. Köszönöm szépen, Tomi, hogy eljöttél, és mi szerintem úgyis hamarosan még beszélünk és találkozunk a Bor Weekend kapcsán, úgyhogy további sok sikert kívánok addig. Nagyon szépen köszönöm. Én pedig elköszönök a Mozaik nézőitől, köszönöm szépen, hogy velem tartottak, és jövő héten találkozunk.